nem értem. És megmondom neked miért. Nem tudom, hogy se azt, hogy Vilmos, azt, hogy gyenge, vagy egyszerűen önző. Nem tudom, hogy Róza gyenge, kegyetlen, önző. Milyenek itt a szereplők? Azt gondolom, hogy végtelenül kiszolgáltatottak. Tehát senki sem tudja képviselni önmagát, mindenki különböző hatások alá megy, és senki sem tud igazából önazonos lenni benne, senki sem tud a sarkára állni, senki sem tudja a jót választani, ahogy mindenki a saját boldogtalanságát a másik okozataként látja. Tehát senkiben nem merül fel a kérdés, hogy ő maga a felelős a saját boldogtalanságáért, és amit meg kellene tenni, azt ő megtehetné, és már is nem lenne olyan boldogtalan, már is kerekebb, egészebb és egészségesebb lenne az élete. De ők mindig hányan vannak így ezen, hány ember van így az életben, amikor én nem vagyok boldog, azért, mert te nem vagy elég jó hozzám. Tehát nem tőled kell nekem várni a boldogságot, hanem azt nekem kell arra törekedni, és az egészséget és a teljességet, hanem azt arra nekem kell igyekezni ezt megteremteni. De gyöngyvér, mi az a pont, amikor át tudja ezt az ember lépni, amikor megszokott az a gát tulajdonképpen, hogy az a felismerés, hogy na, hát most akkor nekem kellene lépni, nekem kellene egy kicsit talán áldozni, vagy én nem is tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Mi hát az ez, a pont? Ez azt nem, ezt így nem tudom megmondani, hogy kinek mi. Tehát ahogy nem tudom, én azt gondolom, hogy sok minden például korral jön meg az ember életében, vagy én legalábbis nagyon élvezem a mostani koromat, most, hogy 40 éves vagyok, nagyon sok mindent ki tudok mondani, meg tudok tenni, amit eddig nem tudtam, és mondjuk ki tudok állni a saját magam dolgaiért, mindenféle téren, és amit eddig egyáltalán nem tudtam megtenni, mindig szerettem magam mások alá helyezni, és másokat szolgálni, a férjemet, az anyukámat, a barátaimat, tehát mindig mást. Most vagy magad ebben a korban? Igen, nagyon érdekes. És ezzel nem csak én vagyok, így nagyon sok osztálytársam, ugye sok osztálytalálkozomban mostanában, és kifejezetten élvezzük azt, hogy már túl vagyunk gyerekszüléseken, egyáltalán, tehát hogy egy csomó minden zajlik az ember életében, amin át megy az ember, átéli, magáévá teszi, és aztán utána kicsit felszabadul alóla, és kezd kijönni egy másik ember. Nem az a szertelen kamasz, aki hol ide csapódik, hol oda csapódik, hol ez történik vele, hol az történik, mindenféle hatásoknak, szenvedélyeknek átadja magát az ember fiatalon, hanem egy józanabb, egészségesebb, érettebb személyiség. Jó, én azt gondolom, nyilván egy gyerekvállalás rögtön akkor korlátokat szül az ember életébe, tehát nem lehet olyan önfelett, mint mondjuk egy fiatal. Most már cseppeledik akár a te fiad is. De tulajdonképpen Róza hogyan léphette meg azt, hogy kiadta a gyerekét úgymond bérbe? Te elbírnád ezt képzelni? Nem, hát ezt nem. Nem, természetesen nem. De létezik nem. Ilyen a mai világban? Hogyne. Hát hogyne. Hát el sem bírom képzelni? Nem az, hogy kiadja, de hogy nem törődik vele. Tehát most nem, többnyire nem falura adjuk ki a gyerekünket, ha nem akarjuk nevelni, hanem babysitterek tömkelege neveli. Hát én is nagyon sok ilyet látok, és olyan helyen is látom, ahol az édesanyja megtehetné, tehát nem azért, mert napi 16 órában dolgozik, hanem mert nem, nincs neki ahhoz türelme, nincs neki arra indítatása, hogy szül gyereket, mert mondjuk azt gondolja, hogy ezzel megtartja a férjét, vagy ezzel jobb lesz a házassága. Vagy szül gyereket, mert úgy gondolja, hogy ez a társadalmi konvenciókhoz hozzátartozik, mégis az anyai ösztön nem élet fel úgy. Bár szerintem a Rózában van anyai ösztön, de ezt mélységes, tehát sokkal jobban, tehát nagyon elnyomja a Vilmos iránt érzett oldhatatlan szenvedély és vágy is. Tehát ő mindent a Vilmosnak rendel alá. Hallottam egyszer egy olyan beszélgetést, hogy tulajdonképpen egy család életében az első kapcsolódás, érzelmi kapcsolódási pont az a férj és a feleség kell, hogy legyen, és csak utána jön mondjuk egy édesanyánál, és mondjuk a gyerek iránti kapcsolat. Ez azért, én azt gondolom, a mai világban borul is mondjuk ennél, aminél egy kicsit lehet, hogy ez előjön, nem? Nem csak a mai világban, ez amióta világ a világ, amióta emberek vannak, amióta férfiak is nők léteznek, és egymástól akarnak valamit, ez szerintem az így van. Természetesen az az egészséges, hogyha két ember önmagáért szereti egymást, és oda születik gyerek, és együtt határozzák el, és együtt akarják, és együtt várják a gyereket. Na de hát számtalan esetben ez egyoldalú, és a két ember, aki az a gyerek, mást gondol arról a gyerekről, és a gyerek megjöveteléről,
és az iránta érzett felelősségről, és akkor eldől, hogy melyik a dominánsabb fél. Hogyan látod egyébként, Róza, miért van vakvágánya? Hogyha fogalmazhatok itt ezt. Hát de soha nem volt boldog, azt gondolom, az életében. Tehát ő el is mondja, hogy soha nem volt mellettem senki, amit az eszemet tudom csupa állat. Tehát nem kapott senkitől szeretetet, nem kapott senkitől gyengétséget, figyelmet, igazi vágyódást. És azt gondolom, hogy ezt a Vilmostól megkapja. Tehát legalábbis egy nagyon erős zsigeri szexuális vágyódást, vonzalmat azt kap. És már ez is borzasztó jó, és ez borzasztó boldoggá teszi, és erőssé pillanatokra. De hát ez kevés. Most a szenvedélyről, meg talán a szexuális életről beszélünk, de például ott van a hentes, akit elméletileg a törődést, a gondoskodást megkaphatna. Hát csak a szerelmet nem. Már úgy értem, hogy a Vilma nem, vagy a, hogy hívnak engem, Róza. A Róza nem tud szerelmes lenni. Tehát azért az nagyon gyakran van sokunkkal, hogy az elérhetetlen után vágyódunk. Tehát akit nem tudunk megkapni, és nem azután, aki tálcán hozza a vacsorát utánunk. Hanem mi akarjuk a papucsot vinni a másik után is, hogy ő legyen boldog attól, hogy én azt odaviszem. És nem tudom elérni, és nem tudom. És belehalok, és föloldódik az ember személyisége abban, hogy a másikat elérni, és minden áron, tehát csak az azon gondolkodik, hogy hogyan tudná elérni, hogyan tudná megkapni, hogyan tudná biztonságban a magáévá tenni. Legalább napokra, nem azt mondom, hogy évekre, de legalább csak pár, tehát legalább lehessen úgy ébredni reggel, hogy még mindig az enyém. És ez nem sikerül a Rózának. Ez birtoklás vagy tulajdonképpen, ez nem szerelem. Ugyan már. Nem mi onnan. A szerelem? A szerelemnek azt gondolom, persze ez egy intellektuális szerelem, de abban nincs birtokok, persze ezt mindjárt is képzeljük el. De hát azért az ember egy ösztönlény. Tehát ezt én nem gondolom, hogy... Hát... Legalábbis én szerintem az nem egy egészségtelen szerelem, hogyha az ember azt érzi, hogy mindennét akarja annak az embernek, és minden pillanatát, és minden gondolatát, én akarok lenni, mindene. Én akarok lenni a tanítvány, a felesége, a gyereke, a munkatársa, mindene, én, csak én. Hát azért nagyon veszélyesek a nők. Azért megyezzük. Mert a férfiak nem. Nem, mi nagyon kedvesek, arancsak vagyok. Én nagyon nagy vonalak vagyok, én szeretek osztozni, meg egyáltalán. Gyöngyvér, ebben a mai világban elbírnál képzelni egy ilyen ad abszurd helyzetet, mint ami a darabban van? Hogy hárman élnek együtt, elgondolsz? Én ismerek ilyet. Tudom, mert olvastam, de ezt akarom mondani. Konkrét, hát nem fogom megnevezni. Tehát én nem is egy ilyet ismerek. És ez 20 éve zajlik. Tehát olyat is tudok, akik egy lakásban laknak, és mind a két hölgynek van gyereke az adott férfitől, és olyat is ismerek, hogy párhuzamosan zajlik, hogy apuka itt van néhány napot, apuka másik helyen van néhány napot, és mind a két család működik. Működik? Működik. Hát nem mondom, hogy boldog, de működik. Tehát, hogy hosszú évek óta ez így van. Mert nem tud lemondani egyikről sem. Apuka. Igen. Úgyhogy abszolút van, hogy ne lenne. Meg még mennyi minden van az életben.